Ez is egy éredménye. Ez olyan 30 kiló körül. 25 kilónál biztos nagyobb. Az extrém hőhullám miatt az idei dinnye szezon csúcs időszaka jelentősen lerövidült, a későbbre időzített tételek is korábban érnek be, írta a Magyar Nemzet, a Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezetre hivatkozva. Édes legyen az a lényeg, és hát ugye mivel föl van felezve, illetve egyedelve van, így akkor a szín alapján is lehet látni, hogy kristályos, nem kristályos, így akkor ez alapján tudok választani. Meg kell szagolni az illatát, meg a csumáját kell megnézni, hogy egy kicsit el van-e száradva, és akkor a jó, és az illata az, ami igazándiból adja azt, hogy jó vagy nem jó. Tehát nem szín alapján, mint ahogy itt sárga, ez lehet, hogy belülről már megvan egy kicsit rohadva. Inkább csak az illata meg, hogy el van így a csumája törve. Úgyhogy én ezt szeretem legjobban, a görögdínyi az annyira nem jó. Nem szoktam megkóstolni, nem, mert már így rálátásról is ismerem, meg a kereskedőket is ismerem, úgyhogy tudom, hogy ki miért árul. Ez a fajta, ez ami a párom ezt szereti nagyon. Én, hát én, mert zöld, meg nagyon édes a belseje. Én meg ezt, mind a kettőt szeretem, ez igaz, de hát eléggé borsos még az ára. Ez egy éredinnye, ilyen csizmaszerű hangja van. Ennek még vastag lehet a haja. Ez meg egy nem éredinnye, nagyon perkős. Majd mindent felvágom, megmutatom, hogy milyen. Tehát ez egy teljesen éredinnye. Mert ennek ilyen vastagabb haja van. Ez is érett. Hát, igazán látszik a magján, hogy ezeknek még nem fekete a magja, az éredényeinek meg fekete. A hőség miatt a termés átlagok is sok helyen elmaradnak majd a szokásostól. Van, ahol hektáronként 20 tonna a hozambeli különbség az előző évekhez képest. Nekem itt ezek a fólia alagutasok, ami áprilisban lett elpalántálva és lett rátéve fólia alagút, körülbelül egy harmadát teremte a száj miatt, mint tavaly. Majd, amit május végén palántáltunk, szabadföldi dinnyét, az augusztus 10-20-a fele fog érni. Most a fólia alagutasok dinnyék, az körülbelül már az első meg a második kötés az letermett, azok majd újra kötnek, a szabadföldi dinnyék igaz, augusztusban, szeptemberig tart a dinnye szezon körülbelül. Hiánytól azonban nem kell tartani, a hazai piacok ellátása bőségesen biztosított, és elképzelhető, hogy a következő hetekben is jut majd exportra is a magyar dinnyéből. Hát a jó dinnye, az a friss dinnye, nem ami három hete már ott áll a pulton, azt onnan tudjuk eldönteni, a szárára ránézünk, és zöld a szára egy olyan 2-3 centis darab, arról meglátszik, hogy mikor lett leszedve. Van, aki el van tévedve, azt mondja, hogy ennek még nincs elszáradva szára, az nem is jó. Hát az a nem jó, aminek már el van száradva szára, az régen. Szín alapján úgy lehet, hogy nem sötét zöld, hanem az éreddinnye az megmattul egy kicsit. A kopogtatás meg, ahogy üssük a dinnyét, olyan csizmaszár, mint hogy csizmát ütnénk, olyan hangot kell neki kérni. A fegyverneki termelő szerint alacsonyabb árakra már nem lehet számítani. Ahogyan csökken a piacra érkező dinnye mennyisége, úgy kúsznak majd egyre feljebb az árak is. Én 300 forinttól 580 forintig adom kilóját. Vannak nekem ezek a nagyon nagy dinnyék, ami 10 kiló felettiek, 10-20 kilósok, azoknak 580 az ára, 300 forint meg a 10 kiló alattiaknak. Az egyik fő termesztő körzetben, Békés megyében az utóbbi napokban átlagosan kilónként 80-100 forint körül alakult a magvas, 115-120 forintos sávban mozgott a magszegény dinnye termelőjára. Megjegyezték, hogy az ágazat szereplője az idén az elmúlt évekkel ellentétben elégedettek az árak alakulásával.